Jó ütemben halad az új járáshivatal építése Fehérgyarmaton. A tervek szerint januárban el is készülnek a beruházással. De az új református iskola épületénél is zajlik a munka. Hamarosan itt is megkezdhetik tanulmányaikat a diákok. A település idén több nagyobb beruházással is büszkélkedhet. Ezek egy része már befejeződött, egy része pedig az elkövetkező években zárul. A legnagyobb beruházás a református egyház által végzett általános iskola beruházás, új általános iskola építése, hiszen az közel 4 milliárd forintos beruházás, de természetesen a városnak az ipari létesítmény építésére elnyert topos pályázata is közel 1 milliárdos, de el lehet mondani, hogy több félmilliárdos beruházásunk van, mint a Zöldváros, amely ebben a hónapban jött meg értesítésként, jobban mondva novemberben, hogy elnyerte a város, illetve a kerékpárút építése, amely szintén egy félmilliárdos beruházás. Azt lehet elmondani, hogy tulajdonképpen a város a kormánnyal, egyházzal, tehát civil szervezetek, egyházi szervezetekkel együtt közel egy 10 milliárdos fejlesztési csomagon fog túl lenni az elkövetkezendő egy-két évben. Fehérgyarmat szerepe meghatározó a térségben, hiszen a város járási központ is. Így a településen zajló beruházások a környék lakossága és a régió egészének a fejlődése szempontjából is kiemelt fontosságúak. Ezek a beruházások, illetve több olyan beruházás van, amely mint járásszékhely érintik a várást, tehát kisugárzó hatása van. Ugye az ipari létesítmény építése is, hiszen nem csak Fehérgyarmatnak fog munkahelyet teremteni, hanem a környékbe élőknek is, illetve az útinfrastruktúra fejlesztés, amelyet ugye a magyar állam, illetve a város is végrehajtott, az szintén térségi kisugárzása van, hiszen azért elmondható, hogy a városba vidékről, tehát a környező településekről sok ember megfordul, és természetesen az ő életminőségüket is javítja ez a beruházás. De ugyanígy a járási hivatal is, vagy a katasztrófavédelmi központ, ezek térségi beruházások. Úgy gondolom, hogy egy járásszékhelynek ezeket a beruházásokat támogatnia kell, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezek a beruházások megvalósuljanak. Nem csak a közigazgatási, oktatási és gazdasági feladatok ellátása miatt jelentős a szerepe a járási központnak, hanem az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés miatt is. Éppen ezért folyamatos fejlesztések zajlanak a Fehérgyarmati Kórházban is. Jelenleg az 1963-ban épült nővérszállót újítják fel. Az energetikai beruházás a rezsicsökkenés mellett az orvosok és szakdolgozók letelepedését is segítheti a városban.